Néhány gyors jegyzet a kezdés előtt, cukor a kávéba. A főpolgármester szerdán beszélt először az SMS-ekről egy sajtóreggelin, miután Márki-Zay Péter azt mondta, őt is megzsarolta korábban a DK. Nagyon hosszú a listája azok a politikusoknak, akik megpróbáltak megzsarolni. Ezen a listán Gyurcsány Ferenc is rajta van, igen. Erre valami kérdezhetne? Nem. De szerencsére ezt SMS-ben szoktam megtenni, úgyhogy... SMS-ben? Igen, általában igen, úgyhogy ezeket azért archiváltam. Gyurcsány válaszul felhatalmazta Karácsony Gergelyt, hogy hozza nyilvánosságra az üzeneteket. Ő azonban ezt nem tette meg, és az ATV-ben már arról beszélt, az SMS-ekben nincs olyasmi, ami a rendőrségre tartozna. Ez egy politikai játszma része, amelyet sokszor egymással is vívunk. Semmiképpen nem büntetőjogi kategória, vagy nem tudom micsoda. A DK szerint Karácsony Gergely ezzel visszakozott. Karácsony Gergely visszavonta a zsarolás vágyát, de nagyon fontos, hogy nagyon sok ilyen zsarolási vád maradt még a levegőbe, amire szintén nincs bizonyíték. Van, akit fel is jelentettek emiatt. Karácsony Gergelytől egyelőre egy bocsánatkérést várunk. A főpolgármester az RTL híradónak ma azt mondta, nem érzi úgy, hogy neki kellene bocsánatot kérnie. Egy olyan típusú üzenetváltások és kommunikáció rendszeres a demokratikus koalíció részéről, amely szerintem egy olyan politikai kultúrát jelent, amit érdemes lenne magunk mögött hagyni. Nem gondolom azt, hogy nekem kellene bocsánatot kérni azért, mert hogy ilyen típusú kommunikációt folytatnak velem például a saját szövetségeseink. A főpolgármester hozzátette, a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.